jelentő tiszta végzettségem. Jelenleg most a Tefersze ápolónő vagyok, most itt. És az elmúlt hónapokban? Mentőtisztes ápolónő. Egy regensburgi főiskola, ahonnan önnek van az egészségügyi képesítése. Más egészségügyi képesítése ezen kívül az iskolán kívül van? Idős ápolás. SOS képesítése. Igen. Ezekről a papírjait esetleg megmutatja, tehát az egészségügyi képesítéséről talán ez megnyugtató lehetne ezen a ponton mindenki számára. A könyvelőnél vannak a papírjai, ugye, mert nyugdíj előtt állok. Mi az intézmény neve, mi az iskola neve? A német, ahol elvégezte a képesítését. Ez most fejből nem. Ez merre felé van, ez a Regensburg? Hát ez... A németeknek falu, de a határtól azért nem nincs olyan messze. Határ? Osztrák? Osztrák határtól. Akkor a Szászország? Igen. Most itt ugye felmerült ez a kérdés, hogy a mentősök nem ismerik önt, vagy hogy ebben a bizonyos egészségügyi nyilvántartásban nem szerepel, amire, ha jól értettem, egyszer azt mondta, hogy nem fizette be a tagdíjat. Én most azt olvastam az interneten, hogy ebben azok is benne vannak, akik nem fizetik a tagdíjat. Tehát, hogy erre lehet valami magyarázat, hogy miért nem szerepel ebben az egészségügyi nyilvántartásban? Nem tudom, én nem jártam utána, megmondom őszintén, mondták önök tegnap, önnel, ahogy beszéltem telefonon. Vagy már nem tudom akkor. Valaki velem nem került szóba. De nem néztem utána. Tegnap előtt azt mondta, hogy ma szolgálatban igen, lesz. Igen, voltam. Volt is ezek szerint. Igen. De ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban is mentőtisztként is dolgozik, igen, ma igen, is. Igen. Tehát ahová ma reggel elment dolgozni, az is egy külföldi mentőszolgálat volt? Külföldi érdekeltségű is. De Magyarországon jelenlévő, hiszen ma bement dolgozni, igen, és Magyarországon igen, vagyunk. És amikor mentőtisztként dolgozik, akkor milyen akkor feladatai van? Ami van. Ami például? Hát ahova küldenek. Jó, de hát mentőtisztként elképzelhető, betegszállítás, hogy... Betegszállítás. De akár elképzelhető az is, hogy mire kell valakit élesztenie, vagy bekötni egy infúziót. Infúziót nem kötünk, én nem kötök. Nekem arra nincs végzettségem. Ahhoz trapos végzettségem. Akkor önnek milyen végzettsége van? Tiszt. De a tiszt nem köthet. Trafos plusz trafos végzettség kell hozzá. Nem köthetek. És nem is kötök. Nem is szeretnék.